Oroszország és Magyarország együttműködési megállapodást írt alá az atomenergia békés célú felhasználásáról, amely magában foglalja két új atomerőművi blokk megépítését Pakson, írja az Interfax orosz hírügynökség. Orbán Viktor magyar miniszterelnök még január közepén látogatott Moszkvába, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélés alkalmával többek között a paksi fejlesztés is szóba került. Putyin elmondta, hogy a megállapodás két új reaktor építését írja elő, amelyen megduplázódhat a magyarországi nukleáris kapacitás. Hozzátette, hogy az új blokkok nem csak nyereséget hoznak, hanem új munkahelyeket is teremtenek. Dr. Dorkot Alajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke szerint a fejlesztés új munkahelyek mellett olcsó villamos energiát is biztosítana. Eddig soha senki nem vitatta, hogy Paksra szükség van. Egyrészt a legtisztább energia, környezetkímélő, másrészt a legolcsóbban lehet előállítani. És a paksi atomerőmet az oroszok építették korábban, és körülbelül jó 10 év múlva adott esetben lejár a működő 4 blokk üzemideje. Most 2 blokkot építenének, és ez a 2 blokk kiváltaná majd a leállókat. Így olcsó maradna a villamosenergiára. 2 dolgot érne ezzel Magyarország. Egyrészt függetlenedne a világpiactól, hiszen Magyarországon magyar állami cég állítaná ezt elő. Másrészt nem csak a lakosságnak lenne hosszú távon biztosított az olcsó villamosenergia, hanem a termelő cégeknek is. Azaz Magyarország kedvező befektetőket vonzhat ide, azok pedig munkahelyeket teremtenének. Már maga az atomerőmű fejlesztése 8-10 ezer munkahelyet teremtene, egy ideig pedig utána az olcsó villamos energiával a termelés is fokozódna, tehát máshol is az országban munkahelyek jöhetnének létre. Pozitívan fogadták a hírt Dunai városban is. Hát a családoknak is, meg az embereknek ez gazdaságosabb. Tehát jónak tartjuk. Teljesen mindegy, hogy most nyugatra fizetünk, vagy keletre. Az oroszok csinálták az első paksi atomerőművet is, és az is jól dolgozik. Hát legalább valami fejlődés útjára léptünk, úgyhogy szerintem ez jó. Mégiscsak az energiát termelnek, úgyhogy spórolás szempontjából jó. Fontos a nekünk, Magyarországnak az áram, további áramfejlesztés véget, hogy olcsóbbak legyenek a Magyarországnak, az embereknek a dolgai. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy interjúban emlékeztetett arra, hogy a felek között a pénzügyi megállapodás még nem született meg, de abban már megállapodtak, hogy a költségek 80%-át az orosz, míg 20%-át a magyar fél finanszírozza majd.